Elbukott az a törvénytervezet, amely Hongkongban évtizedek óta nem látott felháborodást okozott. Carrie Lam főminiszter a tervet teljes bukásnak nevezte, és hangsúlyozta, hogy semmilyen formában nem fogják bevezetni. Még mindig vannak, akik megkérdőjelezik a kormány őszinteségét, és attól tartanak, hogy újra benyújtják a javaslatot. Ismétlem, nincs ilyen terv, a javaslat halott, mondta a főminiszter. A törvényjavaslat lehetővé tette volna, hogy hongkongiakat Kínában állítsanak bíróság elé. Az elképzelés hatalmas és sokszor erőszakos tüntetéseket robbantott ki az egykori brit gyarmaton. Június közepén a demonstrációk hatására Lam felfüggesztette a tervet, de ezzel nem tudta meggyőzni az elégedetleneket, akik ezután már a lemondását követelték.